Ön szerint Csernus önt a barátjának tartja? Rendhagyó beszélgetés sorozatunkat egy hazugságvizsgáló irodában vesszük fel, mert hogy nem bízzuk a véletlenre, hogy sztárvendégeink igazat mondanak-e vagy sem, ez itt a 20 perc őszintén Szabó Győzővel. Annyira Hello. Őszintén, hogy most jött ki a toxikoma, ami hát az egész életed nagyon-nagyon őszintén, de biztos mindenkit érdekel az is, hogy mi az, ami nem igaz belőle. Hát nyilván a film az használ fikciós elemeket, meg a dramaturgiának a része, hogy azért kicsit feljavítsanak valamit. A könyv, amit megírtam, ott is azért vannak azok a képek, amikor én picit nem túlzásokkal, vagy nem írói túlzásokkal, de azért nyilván egy olvasó is igényli, hogy azért kicsit legyen színesebb a sztori. Egyébként maga a történet, amit én megéltem, az ennél ezerszer keményebb sztori. Ezerszer durvább egy drogban élni, mint hogy nincs az a betű, nincs az a betű mennyiség, nincs az a fekete papír, amire rá lehessen írni, mert nagyon durva. Tehát itt jön a film, és az pedig csak egy pici részét emelni ki, ugye a Csernussal való harcomat, az is igaz a sztori. Kellett bele egy szerelmi szál, mert minden filmbe kell valamiért egy szerelmi szál. Való igaz, hogy azért csajozgattam bent a lipóton, mert az ember... Hol csajozom máshol, mint a lipóton? De nem ment eddig el a történet. Nem volt közös pont a Csernus Imrével. Inkább az, amik nem kerültek bele, amik a igazi true sztorik, az sajnálom. Azért érdekes, hogy elmondtad, hogy pont a Sodró Elizával való jelenet az a valóságtól távolabb. Igen. Engem az ütött meg a legjobban, mert hogy ott te nagyon szarfej vagy. És aki ismert téged, az tudja, hogy egy édes, aranyos ember vagy, tényleg, hát mindig lehet számítani. Hogy van ilyen kontraszt, hogy tényleg rossz fej voltál, akár azért, mert drogoztál, és sok mindent kihozott belőled. Mennyit változtál te, mert hogy ez egy 20 éves sztori? Én szerintem nem voltam rossz fej, de ezt most egyre többen mondják, hogy egy kicsit antipatikusabbra játssza talán a szerepet az Áron, vagy úgy lett instruálva, és hogy mennyire szimpatikus a Csernus. Hát én ha valaki állíthatom azt, hogy a Csernus az egyáltalán nem szimpatikus, hogy az a konfrontatív terápia, amit használ meg, azért pár embert meg tud síratni még mindig, a maga agresszív, ha úgy tetszik, vagy dinamikus modorával, de azért összefeszültő. Tehát én sem voltam mindig ilyen jó fej, a cucca, az nem csinál jó fejet az emberből, tehát ki tudta hozni belem, de azért én is bele tudtam mozdítani az ő terápiaiba. Tehát ami a csoporton látszott, azért nekem is voltak ilyen ellenállásaim, kirohanásaim, a pingpong is egy igaz történet, bár nem ez volt a tétje, de hogy azért mi összefeszültünk nagyon. Tehát ott tényleg harc volt egy darabig, egészen addig, amíg ő is talán azt érezte, hogy egy kicsit velem egy kaliberű csávó lehet, csak ami aztán jóba lettünk. Ezt nem vágta rögtön? Egyébként ez érdekes. Hát nagyon nem lehet vágni, hát olyan rosszul voltam, mint az állat. Tehát nem hasonlítottál a mostani önmagadra? Nem, egyáltalán. És tényleg az, ami 3 hét vagy egy hónap alatt tudott változni az emberben, de nem csak külsőre, hanem általános szemléletben a drogról, a világról, a szabadságról, a nőkről, a tisztaságról, az életről, mindenről, az tényleg ez viszonylag rövid idő alatt történt meg, és ebben azért ő a nagy segítségemre volt. Hát neked Rendi Gábor, azért ha nincs valami Amerika, szerintem te még most is Csernusra diskurálsz valahol. Vagy harcolok, vagy már valahol nem élek. Hát igen, mert azért én már olyan szinten toltam a cuccot, hogy csak na. Ezt a filmben egyébként a Gábor meg a VFX-es szuper kollégáitok nagyon klasszul dolgozzák fel, tehát a Trip az tényleg egy ilyen Trainspotting jellegű, filmileg is fantasztikus, ahogyan megmutatjátok ezt a repülést. És az jutott eszembe, amikor néztem, hogy azért te jössz Nyírbátorból, és nem tudom, hogy jól emlékszem-e, mint ha azt mesélted volna egyszer, hogy te még magáztad a szüleidet. Igen, magáztad. Tehát, hogy innen eljutni Trainspottingig úgy, hogy ülök egy moziba, és rólad szól a film, aki még élsz. Tehát, hogy most egy ilyen nagyon nagy utat szeretnék veled 2 perc alatt bejárni, de hogy az igen, a fiú... Igen, nagyon nagy kettősség, nagyon nagy... Az megvan még? Az hol van benned? Az ki?
Hát szerintem az, ami még a földön tart, talán az énem az, hogy én sosem szálltam el az egész buditól, attól sem, hogy engem az a sztárság, vagy a hírnév, vagy a népszerűség szórakoztat. Tehát tényleg szórakoztat, nincs bennem semmilyen. Hogy jön, csinálunk egy fotót, írjuk alá, menjek, hívnak, stb. Nincsenek luxus igényeim, ugyanúgy BKV-zom, vagy mondjuk bemegyek egy füstös borozóval meginni egy iszonyat béna szar kisfröccsöt akár. Tehát bármi. De én ott vagyok, én szeretnék ott lenni mindenhol, és úgy, ahogy vagyok, két lábbal a földön. Szerintem ezt szeretik bennem az emberek talán. Meg az, hogy sokan azt mondják, hogy talán megközelíthetetlen vagyok, hogy nehéz hozzám férni, aki meg ott van benne a körben, az hogy nem is értik, miről beszélnek mások. Tehát a Mirbátor a kisfiú, aki mindenkinek köszönöm, hogy magáz vagy, illedelmes, és közben beleharapott egy akkora mérges gyümölcsbe 10 évig, hogy az elképesztő, azt nem tudom összetenni én sem. Pedig milyen jó sütikbe haraphattál előtte, neked apukád volt cukrász? Apukám cukrász. Valahogy... Beleharaptam másmilyen sütikbe is, de ugye... De apukám, igen, és fantasztikus süteményeket csinál, édesanyám pedig már nem tud sajnos süteményeket csinálni, mert másfél évvel ezelőtt meghalt szegény. Úgyhogy őt is magáztam. Folyamatosan mindig. Tehát eszembe se jutott, hogy tegezzem a szüleket. Ez azért ma például fiatal nézőinknek tökre elképzelhetetlen. Egy kicsit már nekem is elképzelhetetlen. Kicsit nekem is az. Volt egy pont talán 10 évvel ezelőtt, mikor az apukám mondta, hogy Győző, ha úgy érzed, akkor... Tegeződjünk. És nem ment. Hát ha már itt tartunk is, pont a napokban egy barátommal erről beszélgettem, hogy ő se hitte el ezt a dolgot. Az a szó, hogy szeretlek például, a szüleimmel nem hangzott el így soha. De szeretem anyukát, szeretem apukát. Hát érdekes, hogy valamit csak tegeződő stílusban tudunk elmondani a másiknak, de mindegy is, mert a tartalmi érzelmi része az ugyanaz, vagy talán még többet ér, mint hogyha... Nekem a tegeződés nem jött össze egy szülővel. Vagy egy... Van egy ilyen hatásvadász elemünk. Nem, pont a torzítottat hát fordítottat. Ja? Hogy mennyi van? Na ez voltam, és ez lettem. Na, mit mondjak? Mennyi van benned belőlük? Vagy látod-e például a szüleidet? Azt mondják, hogy ha anyukámra hasonlítok, a nővérem pedig inkább apukámra. Apukámra azért hasonlítok szerintem, mert nem őszülök, és ő is ilyen 60-65 éves koráig egyáltalán nem őszült. Soha nem mordott. Ez a saját hajszíned, Győző? Igen. Komoly mondani? Tényleg, nem hazudok. Pont itt nem. Van... Vigyázz, mert rákötünk mindjárt egy hazugságvizsgálóra. Oké. Okay. Te szereted magad? Az orromat. Az orromat szeretem. Az olyan görögös, olyan Marlon Brandós, azt szeretem. Nem, az a baj, amikor a szemüveget felveszem, mert ugye olvasó szemüvekkel, akkor látom a ráncokat. De így nem látom, azért aztán nem veszem fel a szemüveget. Most neved föl, mert nem kell majd látnod, csak hallanod kell a kérdéseinket, aztán utána gyere ide vissza hozzám, és megnézzük, hogy még mindig olyan jól szórakozunk. Kíváncsi vagyok. 20 perc, őszintén Szabó Győzővel. Hasát nem kell se behúzni, se nem kinyomni. Nem hogy húzom. Beszéljünk. Kezdem a kérdezést, kérem, most már nem mozogjon. Nem mozogjon. Ma szerda van? Igen. Szokott ön zuhany alatt énekelni? Nem. Van valamilyen furcsa, ismétlődő szokása? Igen. Mit gondol, rigolyás öreg ember lesz magából? Nem. Azt gondolja, hogy tud uralkodni az indulatain? Nem. Hiányzik önnek a heroin okozta mámoros érzés? Nem. Ön függő személyiségnek tartja magát? Igen. Egyszer tényleg elgondolkozott azon, hogy egy szennyezett vért is tartalmazó heroinos injekciós tűt szúr magába? Igen.
Ön szerint finom a mágtea? Nem. Könnyen elsírja magát, ha egy rendező arra kéri? Nem. Boxolt ön valaha? Igen. Azt gondolja, jó boxoló lett volna önből? Nem. Szokott otthon takarítani? Igen. Teregetni szeret ön? Ez is válasz. Igen. Ön kötényben főz? Nem. Ön drámai színésznek jobbnak tartja magát, mint komikusnak? Nem. Volt már halálközeli élménye? Igen, többször. Volt a klinikai halál állapotában? Nem. Barátjának tartja ön Csernus Imrét? Igen, és meg nem is. Nem az olyan. Ön szerint Csernus önt a barátjának tartja? Igen. Függött ön Csernus Imrétől valaha? Igen. Ön visszateszi a fogkrém trubus tetejét a használat után? Igen, mindig kifejezetten háklis vagyok erre a témára. Gyakran tölt ön semmit tevéssel egy napot? Nem. Ön ingerkereső személyiségnek tartja magát? Igen. Önt a valami Amerika mentette meg a feroin függőségtől? Igen. Önt Csernus Imre mentette meg a heroin függőségtől? Igen. Jó érzés volt önnek egy filmben női ruhába öltözni? Igen. Azt gondolja, hogy a legjobb filmszínési alakítását az intim fejlövésben nyújtotta? Majdnem a legjobbat. Van önnek kapcsolata az ukrán maffiával? Nincs. Ön magasnak tartja a fájdalom küszöbét? Igen. Ön szép embernek tartja magát? Nem. Tart ön attól, hogy egyszer visszatér a heroinhoz? Nem. Ön szerint a függősége visszavezethető egy bizonyos cukrászműhelyre és az édességekre? Nem. Ön szívesen meditál? Igen. Olyan embernek tartja magát, aki hajlamos a spontaneitásra? Igen. Ön bátornak tartja magát? Bármilyen fura hangzik, igen. Keresi ön a veszélyes helyzeteket? Már nem. Lehetségesnek tartja, hogy tudat alatt önmagát büntette a droggal? Nem. Tud ön rendesen biciklizni?
Igen, igen. Idegesítette önt valamelyik kérdés? De. Ez itt a 20 perc, nagyon őszintén, Szabó Győzővel, tényleg nagyon őszintén, mert meg se izzasztott téged ez a poligráf a regisztrátum szerint. Voltál egyébként már rákötve hazugságvizsgálóra? Egyszer kipróbáltam. De nem igen, igaz, egy színházi előadásban egy olyan színész játszom, aki sokat hazudozik, és akkor ennek egy promó része volt az, hogy csinálunk egy ilyen hazugságvizsgálatot, de ahogy ott is, itt is kicsit olyan kérdéseket válaszolom, amire nagyon könnyű volt a válasz. Tényleg? Nagyon könnyű volt igazat mondani rá. Én nagyobb csibésznek gondoltalak téged, tehát itt egy ilyen teljesen egyenes. Nagy csibész voltam, én nem tudom átverni ezt az utcot, de szerintem ugye... meg át tudod, mert amikor éppen elgondolkodtál, vagy nem tudtad a választ, akkor kimozogtad. Úgy, mint egy boxoló, pedig arra azt mondtad, hogy nem lennél jó boxoló. Nem lennék jó boxoló. Miért nem lennél jó boxoló? Egyébként ezt egy teljesen bevihető, precíz, egy meccset eldöntő ütés előtt is képes vagyok megfékezni a karomat, a mozdulatot. Hát és azt mondtad, hogy nem tudod megfékezni az indulataidat, vagy nem tudod leplezni. Azt nem tudom leplezni, indulatos lehetek talán, de senkinek sem a kárára, tehát a saját káromra. Vagy amikor azt mondjuk, hogy régen, amíg a volt feleségemnél, hogy elmentünk egy baráti társaságba, és valamire nagyon bepöccentem, és volt feleségemre tudni kell, hogy egy nagyon szerény, és nagyon-nagyon intelligens, nagyon okos nő volt, vagy még mindig ő, csak már nem a feleségem, és akkor így voltunk egy baráti társaságba, ez mindent elmond a társaságban így, hogy hogy vagytok, minden, és hát Győző tegnap egy kicsit kiborult, és akkor így csak ennyit mondott a társaságban, Győző megint szétszedett egy szekrényt. Komolyan? Igen, még lebontok egy szekrényt. Vagy szétverek valamit, de már nem. Tehát én egy tárgyon inkább bárad is annyira szánalmas, levezetek a feszültséget, nem szeretek bántani senkit. Az is egy érdekes megállás volt, hogy szerinted Csernussal barátok vagytok-e vagy sem, úgy gondolod, hogy ő a barátjának tart, te nem tudjuk, hogy a barátodnak annak tartod, csak én mindig nehéz barátnak tekinteni egy olyan embert, aki az életet, sokkal több, aki az életedet adta vissza. Tehát, hogy ne, azért gondolkodtam, mert szerintem arra nincsen szó. Tehát ha valaki segít neked abban, hogy éld az életed is, lehoz is egyéb, annak nem tudsz életed végéig sem hálás lenni, ugyanígy a Herendinek is, meg egy pár embernek, hogy nem, nyilván már nem mondom el minden nap, de azért azt gondolom. És hogy nem tartod magad szépnek, ez mondjuk mindenkinél egy elgondolkodtató pont, hogy mit válaszoljon, de mi úgy látjuk, hogy azért te jóba vagy magaddal. Én nem tudom, mi a szép. Ugye egy filozófus azt mondta, hogy a szép az, ami érdek nélkül tetszik. De én azt mondom, hogy szerintem van egy fura külsőm, van egy férfias külsőm, időnként egy kicsit megrecsent fejű külsőm, időnként egy kicsit talán jobban nézek ki, de nem mondanám, hogy olyan vagyok, mint a Belmondó szerintem, hogy olyan lehetek, mint a Belmondó. Fú, de jó neked! Hát még, most még jó, mert most még élek, de hogy legény Belmondó úgy szerettem, de hogy őt nem tudjuk eldönteni, hogy egy csúnya vagy egy szép ember volt. Én szépnek látom férfiként, a nők oda voltak értem, mert volt egy sármja. Na itt van, ezt kérdeztétek volna, hogy sármosnak tartom magam. Be fogjuk venni. Igen. Az is nagyon klassz, hogy bátornak tartod magad, ott is volt egy kilengés, ami nem azt jelenti, hogy ne mondanál igazat, hanem valamiért az a kérdés akár fontos mert is neked. Mert érzelmi dolgokban nem tartom magam bátornak. Én abban határozottan gyávának tartok. A bátorság fogalma, azt a férfias sportokban, úgy mint a motorozás, vagy az élet, vagy egyéb dolgokban, azt hiszem, hogy talán bátornak tartom magam, de az érzelmében nem. Tehát, hogy értsd például, azért te nagy többségében az életem úgy alakult, mert én erre képtelen vagyok, hogy a nők szakítottak velem, és nem én velük, mert én gyáva férek akartam mondani. De egy gyáva alak vagyok egyszerűen, nem tudok egyszer. Megvárom, míg kirúgjanak, megvárom, míg éjszakánként SMS-eket írjanak, stb. Na, másik nagy kilengésed, és akkor egy ilyen vidám témával búcsúzunk a nézőktől, hogy nagyon boldogan vágtad rá, hogy női ruhába te szeretsz lenni. Megint egy feladat. Új oldaladról ismerünk meg.
Igen, nem mondom, hogy minden nap fölveszek valami női, de ez már a egészen régre visszavezethető, mert volt egy farsang, amikor én általános iskolás voltam, és egy csapatban voltak lányok és voltak fiúk, és medve táncoltatás volt. Ez egy roma családot játszottunk el, vagy egy közösséget játszottunk. Én nem szeretik, hogyha romáknak hívják őket, tehát kimondom inkább, hogy cigányokat játszottunk. És voltak fiúk, és nem volt, egy lány hiányzott, és akkor adon a farsangon én lánynak öltöztem. Pont én. Ki oldja meg? Igen, megvan egyébként a fotó, csak nem találom sehol. Tényleg másnak is meg akartam mutatni, hogy megtalálnak engem a fotón, és nem találnak meg, képzeled. Nem vagyok felismerhető. És ott már olyan előadás is, amiben, egy film is, amiben női ruhában voltam. Szerintem az egy izgalmas feladat, tök jó. Én egyszer Janicsák István voltam az Izzi Laborból, de felismerhető maradtam sokkal. Tényleg? Na jó. De jó, ez mondjuk már jelmezről szól, nem? Meg az átváltozásról. Igen, szeretünk minden lenni, tehát hogy olyan, hogy a kontrollban egy sorozatgyilkos játszik az ember. A magyar filmes placon sajnos nem adatik meg azt, hogy például én, ami nincs, egy iszonyat jó magyar kungfu filmen szerepelnék. Nincsen magyar western. Nagy hiányzik a magyar kungfu. Magyar kungfu. Én például én nagyon szépen. Tudod, milyen jó lennék egy jó kungfu filmet? Tényleg, én lennék a gonosz, iszonyú, kigyúrnám magam. De jó fiú nem szeretnél lenni soha? Jó fiú nem tudnál lenni? Azt mondják rólam, egy rövid mondat, és nekem nagyon tetszik, hogy én egy jó rossz fiú vagyok. Jó rossz fiú. Igen. Megkapod a regisztrátumodat, ebben benne vagy jó rossz fiúval. Egy szót sem értek belőle, de jó. De köszi, hogy itt voltál, és hogy én köszönöm. Ennyire őszinte volt velünk Szabó Győző, 20 percen át legalább. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszlát.